Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 4-én hétfőn. Egy hónappal ezelőtt kapta meg újabb 4 évre a megbízó levelét Román István kormány megbízott, akit hamarosan fő Ispánnak kell majd szólítani. A megyei vezető lesz a vendégem hamarosan. Nézzük a mai kínálatot. Régi új vezető, újabb 4 évre nevezték ki Román Istvánt. Egyetemi tanévzáró, szombaton vehették át diplomáikat a végzősök Nyíregyházán. Június elején vette át megbízó levelét Orbán Viktor miniszterelnöktől a következő 4 évre Román István megyei kormány megbízott. Feladatokkal teli volt az elmúlt 4 év, a koronavírus elleni védekezés és az orosz-ukrán háború jelentős terheket jelentett az egyébként is elvégzendő munka mellett. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot, és miként készül az újabb 4 évre? Vendégem Román István kormány megbízott. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívást. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Az elmúlt 4 évről beszélünk egy kicsit, hogy 2018-ban beszélgettünk volna, és azt mondtam volna önnek, hogy járvány lesz, egy világjárvány, meg még egy háború is ki fog törni a szomszédban, akkor lehet, hogy furcsán nézett volna rám, de mégis megtörtént mindez. Milyen volt ez az elmúlt 4 év? Gondolom, hogy amellett, hogy vinni kellett a szokásos hivatali munkát, amellett ezek a járvány és a háború az plusz megterhelés jelentett a hivatal dolgozói számára. Hát ugyanúgy, mint a magánembernek az életében, a közösségi életében is, és most beszéljünk a Magyarországról, előfordulnak olyan helyzetek, amelyeket előre nem tud senki sem igazából prognosztizálni, és amivel mégis kell valamit kezdeni. Éppen a napokban volt a közszolgák napja, amikor volt egy ünnepség és kitüntetéseket adtunk át. Éppen erről beszéltem, hogy a mai világnak az egyik legfontosabb erénye a megfelelő szaktudásra támaszkodva természetesen, az a rugalmasság és az a fajta tudás vagy képesség, hogy a váratlan helyzetekre is tudjunk gyorsan reagálni, mert az rendkívül fontos, még az ilyen rendkívüli helyzeteknél, mint amilyen volt a Covid világjárvány, vagy mint a menekült válság, amit okozott ugye a háború. Valóban ez rengeteg kihívást jelentett, és rengeteg plusz feladat adott a megyében a kollégáknak. El kell, hogy mondjam, hogy mind a mellett mindenféle támogatást is megkaptunk ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk látni. Tehát kormányzati oldalról, mint pénzügyi értelemben, mint pedig mindenféle szakmai támogatást és segítséget megkaphattunk. Itt kifejezetten a menekült válság volt az a téma, amiben speciálisan a megyének helyet kellett állni, mint határmenti településnek. Ezért itt ez egy óriási kihívás volt, és hogyha előre tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy bizony ilyen típusú feladataink még lehetnek akár a jövőben. Ugye ez a nagy megterhelés nyilván nagy szakértelmet és sok munkatársat igényelt. Mennyire, hogy áll most a megítélése a kormányhivatal dolgozóinak, hogy látja, mennyire nagy érdem és nagy büszkeség, hogyha valaki a kormányhivatal valamelyik osztályán dolgozhat? Merem remélni, hogy a kollégák jelentős része legalábbis, vagy akár mindenki úgy éli meg, hogy szívesen dolgozik ebben a közegben. A feladat az maga rendkívül szép, izgalmas. Tehát tekintettel azokra a kihívásokra, amelyek körbevesznek bennünket, akit ez motivál, az nyilvánvalóan az ki tudja az ezzel kapcsolatos elképzeléseit, illetve a energiáit adni magából. Úgyhogy valóban ilyen éveket éltünk, meg elképzelhetően fogunk élni. És a kollégákra visszatérve, elég nagy a feladatkör, amit el kell látnunk. 13 járás van a megyében, 16 főosztállyal dolgozunk a különböző szakmai területeken, és 2200-at meghaladja a létszáma a hivatalban dolgozó kollégáknak, akik aztán az élet minden területén, vagy látványosan, vagy kevésbé látványosan az adott feladattól függően részt vesznek a megye életében, és bizony ezért nem mindegy az, hogyha egy nehezebb szituációval találkozunk, akkor ez a közösség, ez hogyan reagál erre, mennyire motivált, hogy végrehajtsa ezeket a feladatokat, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalatok voltak ebben a tekintetben. Itt megint csak a menekültügyi kérdésre tudok rátérni, ahol a rendészeti feladatok mellett, amit elláttak a rendészeti szervek, rengeteg humanitárius feladat is adódott, és ezeknek a megszervezésében, működtetésében a kormányhivatal aktívan részt vett az első napoktól kezdve. Kollégáink napi 24 órában ott voltak a határnál, ezeken a segítségpontokon is koordináltak, információval segítették azokat, akik erre valamilyen amilyen segítséget kértek. Ez egy jó magam is az első 2-3 hetet szinte ott töltöttem a terepen a határon.
és jó volt azt látni, hogy milyen pozitív energiák szabadultak fel, és nem csak a kollégáimról beszélek, itt már természetesen a határmenti településekről, azokról a segítőkről, akik érkeztek az ország számos helyéről. Tehát ez egy olyan feladat volt, ami nagyon megterhelő volt, viszont azt gondolom, hogy azzal együtt egy nagyon felemelő volt megélni. Mindenki a jót kihozhatta egy kicsit magából. Ugye, amikor létrejöttek a kormányhivatalok, akkor lehet, hogy egy kicsit furcsán nézte egymást a kormányhivatali munkatárs és az önkormányzati munkatárs, hogy most akkor ki mit akar és mit csinál. Talán ezek a hetek voltak azok, ahol összeforrott a kettő valóban, tehát az önkormányzatok és a kormányhivatal munkatársai együtt tudtak dolgozni a menekültek segítésében. Így van, szerintem az nagyon fontos, hogy a járási hivatalaink, akik az önkormányzatokkal leginkább kapcsolatban vannak, élő kapcsolatot ápolnak a polgármesterekkel, önkormányzatokkal, jegyzőkkel, és ez most meg is látszott akkor, amikor a munkát el kellett végezni, mert szereplők ismerik egymást, jól tudják, hogy egymástól mit várhatnak, és közösen elhivatottan álltak hozzá a munkához, és nem szabad megfeledkeznünk azokról a karitatív szervezetekről sem, akik a határátkelő helyeken megjelentek apparátussal, azon a szaktudással, ami a rendelkezésükre állt a menekült helyzet kezelésére, és ez így szépen villámgyorsan egy-két-három nap alatt kilakult annak a rendszere, hogy amiről elismerően szólnak a nemzetközi szervezetek is, hogyha egy mondatot még ide fűzhetek, az a, főleg az első hetek munkájának rendszeresen része volt az is, hogy a nemzetközi szervezeteknek a megküldigőt kísértük, ENSZ, uniós szervezeteket, nemzetközi emberi jogi szervezetek képviselőt kísértük, hogy bemutassuk nekik, hogy mi is történik itt, és elismeréssel szóltak olyanok is, akik korábban kritikusan nyilatkoztak Magyarországról más témákban. Ezt jó azért hallani. Az elmúlt hetekben én nem újságíróként, hanem apaként voltam kormányablakokban, intézni kellett a gyerekeknek diákigazolványt, és láttam magam is, hogy nagyon-nagyon sokan voltak. Ugye most járt le a mentesség, ugye a járványidőszak alatt a lejárt okmányokat kellett ugye megújítani, és nagyon-nagyon sokan voltak a kormányablakokban, ugye mondták, hogy szombaton és vasárnap is volt ügyfélfogadás. Hogy bírták ezeket a heteket most a kormány tisztviselők? Hát ugye a hétvégi nyitvatartás az úgy láttuk, hogy mindenféleképpen fontos, hogy megvalósuljon, mert az a határidő, ami az okmányok érvényességének a meghosszabbítására szólt, az egyre inkább lejárt. És ugye sajnos nagyon jól ismerjük az ezzel kapcsolatos magatartást, hogy vannak, akik elintézik mondjuk időben, és vannak, akik még mindig más és más fontosabb, és akkor végén azok az emberek összegyűlnek, akiknek korábban azt megelőző hónapokban valamilyen oknál fogva nem tudtak megjelenni, és ez egy nagyobb terhelést jelent. Itt a kollégáknak a hétvégén is munkába kellett állniuk. Én azt gondolom, hogy elvégezték ezt a feladatot, de az mindenféleképpen fontos döntés volt szerintem ezzel együtt is, hogy a pandémia időszakában nem kellett felkeresni ezeket a hivatalokat, hogy ez másokkal egy légtérben lenni, hanem egy kormányzati döntés értelmében a lejáró okmányoknak az érvényessége, az egy most jelen esetben június 30-a határidőig az meg hosszabbodott. Én azt vettem észre, hogy nagyon sok mindent el lehet már digitálisan is intézni, tehát nem muszáj befáradni a kormányablakokhoz, hanem online, ügyfélkapun belépve, kicsit már áttérve a következő 4 évre, és ez egy cél lehet, hogy minél több szolgáltatást, hivatali ügyintézést elektronikusan lehessen elintézni? Egyre több az olyan ügykör, amit így el lehet intézni. Ugye ezek az okmányok, amiről beszéltünk, ezek éppen azon a típusú ügykörök, ami az a személyes megjelenés nélkülözhetetlen. Nyilván ennek biztonsági okai vannak elsősorban a beazonosíthatóság miatt, de nagyon sok olyan ügykör van már, amit el lehet egy űrlap, elektronikus űrlap kitöltésével intézni. Én mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy mielőtt megjelenne, tájékozódjon az ügyfélkapunk keresztül, hogy lehet, hogy az a kattintással intézhető az ügy, amire amúgy meg rá kell szánni az időt. Ha már megjelenik, akkor jobb, hogyha időpontot foglal, mert akkor meg még gyorsabban lehet a számára. És egy nagyon fontos dolog, hogy ha valaki nem foglalt időpontot, attól azt az ügyfelet a kormányablakban még fogadjuk. Korábban ez ügyben voltak félreértések, hogy ugye itt a foglalt időpontok száma az itt a közeledve az okmányok érvényességének a végéhez ugye az egyre kevesebb volt, tehát gyakorlatilag bárki bejött ugyanúgy
ugyanúgy elláttuk az ügyét, a feladatát, senkit nem küldtünk el. Tehát vannak ezek a típusú ügyek, és hát ugye az közigazgatás fejlesztés az a 21. századnak egy komoly kihívása. Én három dolgot szeretnék itt csak megemlíteni, ami a közelmúltnak a történése. Az egyik az ebejelentő rendszer, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az interneten egy ügyfélkapun egy űrlap kitöltésével, amennyiben mondjuk új lakcímünk keletkezett, ügylap kitöltésével a közmű átiratásokat el lehet intézni, tehát nem az állampolgárnak kell szaladgálni a energiaszolgáltatóhoz, vízszolgáltatóhoz, csatorna, lehetném tovább sorolni külön-külön, hanem ezt az egy elektronikus ügylap kitöltésével megteszi, és gyakorlatilag ezt a háttérmunkát, ami ezzel jár, kollégáink elvégzik. Ez egy, azt gondolom, nagyon fontos kényelmi intézkedés. Aki csinált ilyet, napot ki kellett venni szabadságnak. Aki csinált ilyet, azt tudhatja, és akkor még vissza kellett esetleg menni, mert nem úgy volt. Tehát, és az elképzelés, hogy ezeknek az ügyköröket ezt még tovább sikerül majd bővíteni, hulladék szolgáltatóval például, az jelen pillanatban nincsen benne. Ez az egyik ilyen terület. Másik ilyen fontos terület, ami forradalmi változásokat fog hozni, ez az e-ingatlan nyilvántartás. Ez már jelenleg tesztüzemmódban van, a fejlesztése zajlik már hosszabb ideje, és gyakorlatilag ez azzal fog járni, hogy a földhivatalba nem kell bemenni majd, hanem elektronikusan lehet, sőt azok a jogi szolgáltatók, ügyvédek, akik ügyintézik a ingatlanadásvételekkel kapcsolatos ügyeket, közvetlenül tudják ők is az elektronikus felület használatával ezeket kezdeményezni. Van esetleg már időpontra, hogy mikor lesz ez éles? Hát az elképzelések azt mondják, hogy ez jövő év elején megtörténik. A tesztüzemmód az egész jó visszaigazolásokat adott a rendszernek az állapotáról. Nyilván ez egy olyan volumenű rendszer, amit csak is akkor lehet élesre hozni, hogyha minden rendben van. Én azt gondolom, hogy ez megfog, vagy közel vagyunk már ahhoz, hogy ez megtörténhessen. És a harmadik ilyen terület pedig, az egy kisebb, de inkább azért mondanám erre aktuális, ez pedig az egészségügyi ellátáshoz kötődő úti költségtérítéseknek az ügye, ezentúl lehet online intézni, tehát gyakorlatilag lehet továbbra is személyesen, hogyha valaki az ügyfélkaputól óckodik, vagy nincsen ügyfélkapuja, de akinek van ügyfélkapuja, az ezentúl nem kell megjelennie, hanem online tudja intézni. Úgyhogy ezek a kényelmet szolgáló fejlesztések azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontosak, meg hát ugye a 21. században azért már ennek a lehetősége is megvan, úgyhogy élni kell vele. Ugye láttam egy nagy fotót, amelyen az összes kormány megbízott ott volt a miniszterelnökkel, amikor átvették a megbízó leveleket. A miniszterelnöknek volt-e valami olyan kérése a következő 4 évre, amely releváns, amely fontos lehet, mire lehet számítani, melyek lesznek azok a prioritások, amelyeket követni kell? Hát azt gondolom, hogy megerősítésre került az, hogy jó működő közigazgatásának az országnak szüksége van, mert egy országnak a rendezettségéhez hozzátartozik, hogy jól működjön az államigazgatása. Úgyhogy nyilvánvalóan ez egy kiemelt kérés volt, hogy ez maradjon is így, sőt, haladjunk előre benne, mert ez egy teljesen normális állampolgári elvárás. Ha bármilyen dolga van az állammal, akkor ne össze-vissza küldözgessék, hanem olyan módon, olyan stílusban és olyan ügyintézési rendszerekkel fogadják, amivel nem vesszük el az értékes órákat, napokat az életéből. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos irány. Feladatok tekintetében pedig az előrelátás a következő évekkel kapcsolatos, hogy beszéltük, hogy olyan események is bekövetkeztek a 4 év alatt, amit előzetesen senki sem gondolt volna meg. Itt pedig a feladatok megoldásában, a problémák megoldásában nyilvánvalóan a helytállás az, amit tőlünk is elvárnak, és nyilvánvalóan a kormányhivatali struktúrában dolgozó kollégáktól elvárunk, de én ez ügyben én nem látok problémát, mondom még egyszer, a kollégánk jelentős része azért elhivatott a feladat iránt, amit elvégez. Mindig van mit javítani, csiszolni, rendszereket is. Ugye a mi munkatársainknak is lehet rossz napja, éppen gyerek beteg lehet otthon, bármi. Tehát emberek, mindannyian emberek vagyunk, azok is, akik egy kormányablakban vagy egy főhivatali ügyintézésben vannak. Úgyhogy ilyen ügyben azt gondolom, hogy ilyenkor meg a türelem, egymás iránti türelem az rendkívül fontos oda-vissza.
Nagyon sok cikk foglalkozik most azzal, hogy változik az ön elnevezés, minden kormány megbízott elnevezése. Kormány megbízottból majd, ha elfogadja a parlament, akkor főispán lesz. Változik a munkája, vagy a bármi más, vagy csak az elnevezés, ami változik? És mit szól mindenhez? Ugye ellenmondásos a megítélése ennek a hírnek. Van, aki furcsának tartja, van, aki azt mondja, hogy na végre. Uh-huh. Hogy látja, milyen lesz főispánként ezek után? Hát látom, hogy a kérdés ilyen érzelmi húrokat mozgott meg inkább. Tehát gyakorlatilag az én névjegykártyámon úgy más lesz esetleg az elnevezés, hogyha az országgyűlés úgy dönt, a feladatköröm ugyanaz lesz, én ugyanaz leszek és maradok. A célok, elképzelések, a hivatalnak a munkája, az remélem, hogy jobb lesz, és nem pedig ugyanez, bár ezek nyilván nem az elnevezésen múlnak. Az viszont látni kell, hogy Magyarországon a kommunizmus kezdetével egy sok évszázados hagyomány szakadt meg. Én azt gondolom, hogy egyébként rengeteg kiváló főispánt adott az elmúlt századokban Magyarországnak ez a megye, illetve a megyének voltak olyan vezetői, akik reméltán lehetünk büszkék és nézhetünk fel. Tehát az én szememben a főispán kifejezés nem egy negatív, mint aki ismerem, meg valamennyire igyekszem követni a múltnak a történéseit, meg érdekel, tehát az én szememben ez nem egy negatív jelentést tartom, és én azt gondolom, hogy nyilván a következő éveknek, évtizedeknek a munkája fogja azt eldönteni, hogy ez még inkább pozitív jelentés tartalommal tudjon bírni. A magam részéről én azt tudom elmondani, hogy gyakorlatilag amit kormány megbízottként végeztem, és ahogy végeztem, ha megtörténik ez a változás, ugyanazt és remélhetőleg jobban, mert az ember azért törekszik, hogy jobban menjenek a dolgok, fogom végezni, úgyhogy ez a érdeklődéssel követem ezeket a vitákat, ami ez ügyben zajlik. Én azt gondolom, hogy ezt is meg lehet majd szokni, ugyanúgy, mint hogy az emberek 850 év után, 900 év után megszokták, hogy már nem vármegye, hanem megye. Az is furcsa lehetett valamikor, de azért mégiscsak helyreáll az a rend, ami Szent István óta Magyarországon a közigazgatás szervezésében, elnevezésében, tehát elnevezéseiben helyreáll. Ez Európában egyébként nem egyedüli. Akkor nem semmiféle olyan változás nem volt, mert régen mondták, hogy a főispán volt, meg alispán volt, hogy a főispán volt, akit általában az államhatalom nevezett ki, az alispán volt, akit a vármegyei közgyűlés fogadott el. Itt most például nem várható, hogy a megyei önkormányzat elnöke, meg alispán lesz, és a önök közt a viszony. Szóval ez gyakorlatilag csak az elnevezésben fog változás. Hát ilyen elképzelést még nem láttam, ami arra vonatkozott volna, hogy a közgyűlési elnököknek az elnevezését megváltoztassa. De ott vagyunk egy épületben egyébként, jó a viszony egymással. Itt a történeti érdekesség az, hogy a kormány megbízottként az alispáni szárnyban vagyok az épületnek, elnök úr pedig az egykori főispáni szárny, de ebben soha nem volt köztünk vita, meg nem is lehet, ez inkább csak így ilyen történelmi érdekesség, ami ennél viszont fontosabb, hogy a megyeháza épületének a felújítását azt elkezdtük, úgyhogy a napokban, akik ott fognak járni a Hősök terén, láthatják majd, hogy a tetőfelújítás az elkezdődik, második ütemben lesz egy energetikai felújítás és egy teljes megújítását is el akarjuk végezni ennek az épületnek, hogy megóvjuk. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint az, hogy éppen mi az elnevezése az ember feladatának, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt sikerült kormányzati támogatást szereznünk, és megújulhat a megyeháza épülete. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hát nem 4 év múlva, hanem amikor fontos ügy lesz majd, akkor szívesen várjuk vissza a stúdióba. Köszönöm pedig, szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Szombaton tartották a tanévzáró szenátusi ülést a Nyíregyházi Egyetemen. Csak nem 300-an vehették át diplomáikat. Elismeréseket is kiosztottak hallgatóknak és dolgozóknak. A tanévzáron Kerecsen József járt. Megkönnyebbülten, mosolyogva léptek színpadra és vették át diplomájukat a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói szombat délelőtt az intézmény rektorától. Összesen 398-an szereztek oklevelet az idei tanév végén. Közülük csak nem 300-an kapták azt készhez talárban az ünnepi szenátusi ülésen. Nagyon szeretem az egyetemet, hiszen hihetetlen jó a közösség, nagyon-nagyon jók egyetemi létesítmények, közel van a természethez, itt bármikor ki tudok menni, akár futni, vagy kerékpározni itt a kis erdő. Talán még azt el tudom mondani, hogy
a pedagógusok nagyon kedvesek, nagyon közvetlenek, és ez a legjobb benne, hogy tényleg bárkihez oda menjünk, akkor tud segíteni. Én még itt a Nyíregyházi Egyetemen szeretném folytatni a tanulmányaimat, úgyszint programtervező informatikusként, csak már a diplomás képzésen. Ez is jó, hiszen egy ugró lécet adnak nekünk, hogy ha akár az érettségi nem sikerült, akkor tudunk jönni a Nyíregyházi Egyetemre, és akkor utána, hogy elvégeztük a felsőoktatási szakképzést, akkor a diplomás képzésre átvesznek minket, és nagyon sok tantárgyat beszámítanak. A legutóbbi felvételi eljárásban összesen 4400-an jelentkeztek a Nyíregyházi Egyetemre, ebből csaknem 1500-an első helyen jelölték meg az intézményt. Az első helyes jelentkezők száma több mint 13%-kal emelkedett a tavalyi évhez képest, mondta el János István rektor helyettes. Ebben nagy szerepe volt a képzési kínálat bővítésének, amit szeretne folytatni az egyetem vezetése. Az idei oklevel átadó ünnepség szokásos, de mégis rendhagyó rendezvénynek számít. Rendhagyó, hiszen a modellváltást követően az első ilyen esemény kerül megrendezésre. A mögöttünk álló tanév számos kihívás erőpróba elé állította intézményünket. Alapítványi finanszírozásnak köszönhetően új munkamódszereknek és teljesítményindikátoroknak kellett és kell is megfelelnünk. Érintett minket a COVID 4. és 5. hulláma, és sajnos testközelből kell tapasztalnunk az orosz-ukrán háború borzalmait is. Úgy vélem, egyetemünk a nehéz időszakban is helytállt, lokálisan intézményi szinten kezeltük a járványhelyzetet, és minden segítséget megadtunk a hozzánk érkező oktatóknak, hallgatóknak és menekülteknek. Intézményünk folyamatosan törekszik a megújulásra, mely képzési palettán bővítésében is megmutatkozik. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a stabilitás megőrzését és a nyugodt építkező vállalati működésbe kapcsoló struktúrában az emberi és szakmai minőségünk megőrzését. Örömmel jelenthetem be, hogy a Nyíregyházi Egyetem 3200 hallgatójából 2022. júniusában 679-en tettek sikeres záróvizsgát, 398 végzetnek tudunk oklevelet adni, és jelen ünnepségen 298-an fogják átvenni diplomájukat. Ebből 10 korábban tettek záróvizsgát. 2021-ben levelező tagozaton elindítottuk a mérnök informatikus alapképzési szakot, és 2020-ban nyilvántartásba vett idegen nyelvű angol képzéseink közül a biológiai és mezőgazdasági mérnöki alapszakokat tudtuk elindítani 2021. szeptemberével. Nyilvántartásba tudtuk venni korábban tehát a repülőmérnöki alapképzési szakot, légiközlekedési hajózó szakmérnök szakirány továbbképzési szakot, gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakot, gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök, programtervező informatikus és anglisztika alapképzési szakokat, valamint a biológia, turizmus vendéglátás és a zenekultúra alapképzési szakjainkat angol nyelven. Új szakirányú továbbképzési szakokkal bővítettük képzési kínálatunkat, ezek közül kiemelném a repülési specialista, repülési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokat, melyeket 2022. februárjában tudtunk nappalin elindítani. Akkreditáció alatt van jelenleg a légijárművezetés, felsőoktatási szakképzési szakunk és a környezettudomány mesterképzési szak. Több képzésünk duális formában valósul meg, mely vállalati kapcsolatainkat erősíti. A meglévő szakjaink mellé 2021. szeptemberében elindítottuk a coach, a mérnök coach, valamint a business coach szakirányi továbbképzési szakjainkat. A 2020-as felvételi eljárásban összesen 1088 hallgatót tudtunk felvenni a Nyíregyházi Egyetemre. Ez a szám 2021-ben 1203 főre emelkedett, és jelen felvételi eljárásban mintegy 1428 elsőhelyes jelentkezőnk van, és az összes jelentkezők számát tekintve ez több mint 13%-os növekedést eredményezett számunkra. Az intézménynek ez volt az első teljes tanéve a modellváltást követően. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszönetet mondott az elért eredményekért. Először is köszönet illeti a szülőket. A szülők erőfeszítése eredményezte ezt a mai ünnepet. Kérem a diákokat is, hogy illő módon köszönjék meg szüleiknek azt, hogy végigkísérték az önök pályáját, és erőfeszítésükkel, támogatásukkal lehetővé tették, hogy ma önök itt diplomát kapjanak. Tisztelt szülők! Kérem önöket,
hogy az intézmény jó hírét terjesszék a családjukban, a környezetükben is, hiszen nagyon fontos az, hogy intézményünk színvonalas képzését egyre többen ismerhessék meg városunkban, a régióban és az országban is, hogy több diákunk legyen. Vasné Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora ünnepi beszédében azt tanácsolta a friss okleveles hallgatóknak, hogy gyűjtsék össze az intézményben megszerzett tapasztalataikat, és hasznosítsák a megfelelő helyen és időben azokat az új próbatételekhez. Az első egyetemi diploma ma a munkavilágába, a felnőtt életbe való belépési lehetőségnek csupán egyik eszköze, a sikerhez, a boldoguláshoz, ehhez társulnia kell a munka szeretetének, a szorgalomnak, a kitartásnak, a további képzés és továbbképzés igényének. Böjte atya gondolataival azonosulva biztosan állíthatom, hogy meg fogják látni, meg fogják tapasztalni, hogy feladataik vannak az életben. Feladatként érdemes tekinteni azokra a tennivalókra, problémákra, amivel az élet szembesíteni fogja önöket. Tanácsolom, hogy soha ne azt keressék, miért nem lehet valamit megvalósítani, elérni, hanem azt, hogy hogyan lehet. Nem szabad félni a kudarcoktól, azokat csak tapasztalatoknak kell tekinteni, amikből tanulniuk kell. A feladatok abszolválásához szükséges a megfelelő önbizalom. Merjenek hinni, bízni magukban, és mindazt, amit eddig tanultak, tapasztaltak, használják fel, és induljanak el saját útjukon. Az út azonban időnként göröngyös. Fontos a kitartás. Higgyenek nekem. Soha, soha nem szabad feladni. Persze valószínűleg kapnak majd pár gólt, de lehet, hogy rúgnak is pár öngólt, de mindig bízzanak benne, hogy a feladatot, a helyzetet meg tudják oldani. És ha jönnek a komolyabb problémák, kudarcok, kártyuk, ott van a mai világban elengedhetetlen kis elektromos kütyű, a GPS, ami ha hibázunk, nem azt mondja, hogy te buta vagy, te nem érsz semmit, nem megmondtam, hogy merre menj, hanem azt mondja mindig rendületlenül, újra tervezés, hallgassunk rá, ha nem megy, és nem találjuk az utat, tervezünk újra. Javaslom, soha ne felejtsék el, hogy saját sorsuk irányításáért személyes felelősséget kell vállalni. Sajnos gyakran azt tapasztalom, hogy az emberek saját nehézségeik, feladataik megoldását másoktól várják. Azokról pedig, akik sikeresek és eredményesek, úgy nyilatkoznak, nekik könnyű. Pedig valószínűleg ők csak az előbb elmondottak alapján élnek, gondolkodnak és viszonyulnak a világhoz. És még egy igen fontos életvezetési tanács. Gondolkodásuk, hozzáállásuk a dolgaikhoz, főleg a gondokhoz és nehézségekhez legyen mindig pozitív. Tegyék fel maguknak a kérdést, vajon könnyebb legyőzni az elénk tornyosuló akadályokat, ha eleve megoldhatatlannak tekintjük őket? A válasz bizonyára nem. És tényleg minden nehézség olyan megoldhatatlan, mint amilyennek elsőre látszik? A válasz bizonyára nem. Önök ahhoz a generációhoz tartoznak, akik ha hisznek magukban, minden lehetőségük adott, hogy leküzdjék az akadályokat. A tanévzárón elhangzott, a Nyíregyházi Egyetem szeretné tovább szélesíteni nemzetközi kapcsolatait. A következő szemesztertől már az általános képzésben is nagyobb szerepet kaphat a távoktatás, a tanárképzés megújítása és megerősítése pedig kiemelt stratégiai célja az intézménynek. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettese lesz a vendégünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!